Ez a Sláger FM. Sziasztok, Sláger FM-esek! Ismét itt vagyunk, ismét Skype-on jelentkezünk, és egy nagyszabású online koncertre szeretném felhívni a figyelmeteket, ami egy jótékonysági koncert, erről már beszélgettünk, már a Krisztiánnal, az egyik szervezővel, de itt van velem Kefir, az egyik fellépő. Szia! Sziasztok, sziasztok! Beszélgettünk már a Krisztiánnal? Igen, már a Krisztián, te! Tényleg nem ekkel viccelődünk? Itt tartunk, ez most komoly? Most már mindenen. Hát tulajdonképpen reggeltől estig itt a karanténban azt csináljuk, hogy a telefonon jön valami hülyeség, akkor azt tovább küldöm 100 ismerősömnek, akik aztán válaszolnak rá. Úgyhogy ezzel telik a nap. Figyelj, mi ugyanezt csináljuk, tehát vicces videókat kapunk, és azt gyakorlatilag folyamatosan továbbítjuk. De azt tudod egyébként, hogy az összes közösségi oldal az hatalmasat fejlődött, meg nagyon-nagyon-nagyon sokan használják, még azok is, akik eddig nem. Igen, hát többek között édesanyám is, aki a napokban megtanult posztolni és megosztani. Ezt most nem mondod. Megmondta neki, hogy anyukám, oszd meg, amit a kisfiad megoszt, mert az a kisfiamnak nagyon jó. Na, akkor a kisfia, gondolom, megosztotta ezt a koncertet is. Ugye ez egy online jótékonysági fesztivál lesz. Kefir, neked miért volt fontos, hogy ebben részt vegyél? Hát több dologból is, gyerekek. Hát az van, hogy hát én is itthon vagyok, mint bárki más. És ugye nézem a tévét, nézem a közösségi oldalakat, és azt látom, hogy mindenki siránkozik. És ez egy picit kezdett nekem ellenszenves lenni. Persze én tisztá vagyok vele, hogy az embereknek vannak tartalékai, tehát vannak olyan emberek, akiknek vannak tartalékai, és vannak olyanok, akiknek nincsenek tartalékai. Azoktól az emberektől elfogadom a sírást, akiknek nincsenek tartalékai. Azoktól, akiknek viszont van, azoktól nem fogadom el. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy én is beállok ebbe a sorba. Hál' Istennek nekem van tartalékom, és akkor úgy gondoltam, hogy meneküljünk előre. Tehát amíg van miből, addig én is szívesen adakozok, úgyhogy ezzel azt érem el, hogy hamarabb vége legyen ennek, ami itt folyik. És tulajdonképpen ez fog történni ezen a jótékonysági koncerten. Csinálunk egy online koncertet zenésztársaimmal együtt, ahol mi is adakoztunk. Tehát megvásárolunk egy lélegeztetőgépet, és még azon felül lehet, hogy több lélegeztetőgépet is, és még pénzzel segítünk több kórházat is, segítve ezzel a vírus nem terjedését, ugye. Ez egy nagyon nemes gesztus tőletek, hiszen azért nektek sincsenek fellépéseitek most ebben az időszakban, és mégis összefogtok és próbáltok segíteni azoknak, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint ti, úgyhogy respekt ezért. Igen, de nem vagyunk egyedül. Tehát, igen. Hogy külföldön elsősorban kezdtek már adakozni külföldi sztárok is, sportolók, stb. Tehát utána lehet nézni. Úgyhogy innen jött az ötlet nekünk is, hogy akkor álljunk be mi is a sorba, és akkor inkább előre meneküljünk, mint hátra. Jó bulit kívánok nektek holnapra, és kitartást, mert hát ti is otthon ketten vagytok a gyönyörűséges pároddal. Jó, meg a cicátokkal, ugye? A cicát megnézhetjük? Ott van valahol? Nézi, hozd a cicámat! Én nem ettem meg. Nézzétek, gyerekek, nem olyan tudom, mennyire ez nektek jó. Édesem, valahova nagyon sonfordál, bement. Jaj, egyen meg a kis szívét. Hogy hívják? Úgy hívják, hogy Mázli. Mázli. Mázli, nézzük, de Mázli kicsa, ott van. Édes csillagom, azt szoktam látni, hogy milyen kis romantikus fotókat posztolsz vele. Én most nagyon örül annak, hogy itthon vagyunk, mert ugye nem sokat vagyunk itthon, és amikor nem vagyunk itthon, akkor mindig kín vannak a garázsban. Elég nagy helyen ugyan, de hát akkor se velünk vannak. És akkor... Jaj, most hogy lehet hallani a hangját? Egyen meg a kis szívét. Látszik, hogy a cicák öntörvényűek, ő nem mutatja meg magát, ha nem akarja. Tehát akkor vannak ők csak bent, amikor mi is itthon vagyunk. És most ugye állandóan itthon vagyunk, hogy állandóan bent vannak, nagyon-nagyon boldogok ettőlük. Óriás öröm, boldogság nekik, nekünk pedig az, hogy ezzel az online fesztivállal fogtok minket szórakoztatni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Puszi nektek, szia! Köszönjük, sziasztok! Ez a Sláger FM!